úgy tűnik, hogy már menetrendszerűen találkozunk itt a piacon, és én igyekszem megragadni ezt a lehetőségeket, hogy egy kicsit a lélek dolgairól is beszéljünk, ne csak a tárgyi eszközökről, amik itt a piacon ugye szép számmal láthatóak. A lélekkel igen ritkán foglalkoznak az emberek, és igen nehezen érthető is, ha belegondolunk, mert ez egy olyan rejtett világ, hogy csak keveseknek adatik meg, hogy mélyebben lássanak bele. Mit tudnál nekünk most ezen a szép reggelen mondani? Hát menetrendszerűen semmit, mert ez nem tervezhető. Ja, ez így van. Vagy spontán mód érez bele az ember, és akkor esetleg még gondolatai is lesznek vele kapcsolatosan. De maga a lélek az megfoghatatlan, tehát a lelki valóság megfoghatatlan dolgairól beszélni, ehhez felhangolódás kell, legalábbis nálam így szokott lenni. Egyébként nem túl fontos, csak éppen kihagyhatatlan. Úgy is visszajön a sejtéseinkkel az egész lelki valóság, mert nélküle nem is élnénk. És ez nem hit kérdése, nem világnézet kérdése, hanem megfigyelhető, tanulmányozható, hogyha kicsit megszorulunk, akkor mindig a lelki valóság segít ki bennünket. És ez nagyon megnyugtató tud lenni. Egyes filozófusok szerint ez, amit itt megélünk, ez gyakorlatilag nem is létezik, ez csupán egy képzelet. A képzelet az én kenyerem, hogy úgy mondjam. Akkor halljuk. A kézzelfogható valóság az is felfogható úgy, hogy csupa energia, ami dermedt állapotban van. Ha ez a dermedtség elmúlna, eltűnne, elillanna a kézzelfogható valóság. Ebből csak annyit szeretnék mondani, hogy ez sem örök, mert valahogyan létrejött, persze nem a semmiből. És ugyanoda vissza is tud térni, és az megint nem a semmi lesz, hanem csak a kézzelfoghatósága tűnik el. Az energiavalóságba tűnik vissza a matéria, ugyanúgy, mint ahogyan bennünk is, igazából az étel lebontásakor az anyagból energia lesz, és energiából állítjuk elő a testünk matériáját. Persze ezt nem így tanítják az orvosi egyetemen, de majd egyszer talán még fogják ezt is így tanítani. Mert hogy nem lehet tudni, hogy a lebontási folyamat mikor áll le. Mindig kisebb és kisebb alkotóelemekre bontják az enzimek az ételt, és azok molekulái egyszerűsödnek, atomokká egyszerűsödnek, és az emberi csoda képes magát az atomot is még az alkotó részeire bontani, annélkül, hogy ott valami durva energia elszabadulás történne. Na, ennek a megfejtése vár a tudományra, hogy hogyan történik. Ennek a fordított irányú folyamata is megvan, a fúzió, amikor egyes atomok fúzionálnak úgy, mint a napban, és nem magas hőmérsékleten, hanem a testhőmérsékleten. Én nagyon örülnék annak, ha egy Nobel-díj jelölt bejelenthetné, hogy most már megértette, és meg tudja értetni másokkal is. Persze ezt képzelet nélkül el sem lehet kezdeni. A szabad képzelet Nobel-díjat hozott már sok embernek, képzelet nélkül pedig senkinek. A képzeletre én úgy gondolok, mint egy csodás lehetőségre, és nem elképzelem a dolgokat, nem utána járok elképzeléssel a dolgoknak, hanem hagyom, hogy készen behozza a képzeletem. Mindannyiunknál erre van nagy lehetőség, hogy helyettünk kikutat valamit a képzeletünk, ez olyankor nem tudatos még, majd aztán kapunk valamiről egy képet. És onnantól kezdve egy új gondolkodási kaland kezdődik, aminek a végén talán meg is értjük, hogy miről hozott tudósítást az a kép, mit tudatott meg velünk. A valóságot felfedezni, az a legcsodálatosabb kaland. Nincs olyan, hogy létezik vagy nem létezik,
mert ha valamiben már kalandozhatunk, az már csak létezik. Ez mind nagyon szép, bocs, hogy itt ezen a ponton picit közbevágok, hogy ne legyél túl monoton. Megkívánom jegyezni, hogy mindaz, amit elmondtál, ez legnagyobb ökkenője, ez bizonyítása vár. Mindig, amikor föltalál valaki valamit, akkor jöjjön a következő lépés, és akkor hogy bizonyítja ezt be? Igen, arra olykor elmennek évtizedek is, meg rengeteg kollégának a segítsége kell hozzá. Az a macerás rész, hogyha értetleneknek és képzelet hiányosoknak is be kell mutatni. De ugyanakkor pedig vannak olyan dolgok, amik talán sohasem lesznek bebizonyítva, mégis hisznek benne. Akkor hogy kell ez állni? Ehhez úgy érdemes állni, hú, ez nagyon izgalmas dolog. Valaminek hitelt adunk, annélkül, hogy nyakon ragadhatnánk. A régi magyarok még emlékeztek arra a kifejezésre, hogy mag úr. Egy isteni képviselet, aki az ész magot adta az embereknek. Ennek az ész magnak van itt a fizikai valóságban egy kiterebélyesedése, de ugyanakkor oda át is az asztrális kozmoszban, az asztrális létsíkon is van neki ottani kiterebélyesedése, úgymond van ottani eszünk is. Na, abba kell hinni, mert itt most nem tudjuk konkrétan ellenőrizni, hogy mennyire bontakozott ki, hol tart, mire képes. Hanem csak a létezésében kell hinni. Valójában ez az önmagunkba vetett hitünk. Az ész magba vetett hitem, a most éppen alig használható, odaáti eszembe való hit. A kettő együtt, az itteni meg az ottani, na, az adja a legfantasztikusabb kalandokat. Tehát az első lépcső, hogy abban kell hinnem, hogy én ezt a világot, amiben élek, azt jól látom. Nem? Nem. Abban kell hinnem, hogy azt a világot, amit nem láthatok, mert egy teljesen másik alapokon működő valóság, na, azt is fel tudom fogni észre. Hát az már a második lépcső. Az az első lépcső számomra, hogy én abban sem vagyok biztos, hogy jól látom ezt a világot, ami körülöttem van. Nem baj, majd addig próbálkozik megértetni velem az összetevőit, összefüggéseit, az arányait, a lényegét, amíg egyszer helyesen föl nem fogom. Ez ellenőrzés kérdése. Újra gondolom, újra kitapogatom, hogy mi hogyan van. Úgy se hagy békén a valóság, mindig val magáról. Ez mind szép. Én csökönyösen ragaszkodom ahhoz, hogy az emberi lét értelme, hogy amíg élünk, addig legalább lehetőleg boldogan éljünk, tehát lehetőleg jól éljünk. Ez nem azt jelenti, hogy hajszoljuk az örömeket, de legalább osszuk be, jól lesz a pici életünket. Tehát ez az első, ez a fizikai része. Ez kellene segíteni a filozófiájuk, nem? Ez egy kell, hogy ami értéket találunk, ne herdáljuk el. Nem kell, ez az. Nem kell habzsolni. De azt fel kellene ismerni, az értékeket. Hát ahhoz meg mi kell? Hát mondjuk a Nietzsche papa annak idején azt mondta, hogy az értékek átértékelése, megváltoztatta gyakorlatilag a filozófiát ezzel, hogy átértékelte az értékeket. Őt olvasva egészen másképp látjuk a világot. Én ezt avval egészíteném ki, ha egy parányira odébb irányítjuk a figyelmünket, mint ahova oda lett szoktatva, na akkor ez már az értékek átértékelése spontánul, természetesen meg is történik. Mert hogyha még felfedezek amellett, amit eddig értéknek tudtam, újabb értékeket, akkor az érték sorozata, rendje természetesen átváltozik. Egy érték skálán áthelyeződések történnek. Ennek az érték skálának a legmagasabb szintjén magamnak kell lennem. Akkor biztos, akkor nem nyúlik, nem torzul ez az értékrend. Maga a skála használható, ha az értékeim élén ott vagyok, ezzel aztán többet nem is kell foglalkozni, viszont amilyen értékeket gyűjtök, azoknak mindig lesz helye. Hozzám sorakoznak be. Az én örök létem a legnagyobb érték. Lehet, hogy másnak meg az ő sajátja, de ez jól is van így. Igen. A filozófia történetét, aki egy kicsit is foglalkozik vele az történetében, azt láthatja, hogy a mindenkori filozófusok az ő filozófiájukba beépítették az adott kor természetes, természettudományi eredményeit. Tehát mondjuk Nietzsche a
az akkori kornak, vagy te például a mai kornak az atommal foglalkozó részét? Vagy a soron következő természettudományos felfedezéseknek már előre helyet készítek. Igen. Na de ezt te honnan tudod? Nem kell tudnom. Képet kapok róla. Látom előre. Ez olyan dolog, hogy... Képzeled, mint ahogy kezdted. Hogy igazából nem elképzelem, hanem a képzeletem előre megy az időbe, és hoz nekem valami képet. Úgy, mint a profétáknál, csak én nem profétának születtem. Én a megértésért születtem. És nem is tartod magad annak? Profétának? Igen. Hát beszélek én a jövőről. Én csak lehetőségeket említek. Hát egy kicsit beszélsz most. Az ember rejtett lehetőségeit, amelyeket a jövőben tud kibontakoztatni. De hogy hogyan bontakoztatja ki, vagy mások, máshonnan, mit tesznek bele a jövőbe, arról én nem beszélek, mert az még nincs is eldöntve. Tehát a te filozófiában a jövő az egy rugalmas dolog, ami változhat. Tehát nem egy fix valami, nem úgy kell elképzelni. Hát igazából Európa nagy kudarca, hogy eldöntötte közösen, kollektívan, hogy Isten előre mindent eldöntött. Ez nem igaz. Nem döntött el semmit. Hagyott nekünk is. Játék lehetőséget. Döntési lehetőségeket, és aztán amit döntöttünk, ha az utána jövő folyamatokat együtt átlátjuk, na az hozza a tanulságot, és az az érték. Nem lehet jót dönteni, hanem olyat, amiből lesz tanulság. Tehát mondjuk egy hitleri világégetésbe sem szólt bele az Isten, hanem hagyta, hogy hát emberek ezt akarjátok, akkor csináljátok. Sőt, az volt a megoldás az előre látható lehetséges atomháború elkerülésére. Ha nincs Hitler, most atomháború miatt már nem élnénk a Földön. Hát ez elég bizarr. De szokatlan, de miért vagyok én, ha nem tudok szokatlant mondani? Hát igen, végülis azért csináljuk ezeket a riportokat, hogy az átlagtól kicsi eltérő. Ott a szellemvilág látta, hogy a tudomány meg tudja csinálni rövidesen a nagy hatású atombombát, és éretlen szóval politikusok be is vetik. És azért, hogy ne legyen rá módjuk, az anyagi lehetőségeiből a gazdag országokat ki kellett forgatni. Ez volt az első és második világháború. Hát sajátos megközelítés valóban, ezt még nem... Nézd meg így, és belátod. Nem semmi, oké. Igazából a mi rejtett lehetőségeink veszélyeket is hoznak, és a szellemvilág odahat, hogy ezek a veszélyek mégse pusztítsának el bennünket, vagyis pontosabban, hogy az emberi forma fönnmaradása lehetőség maradjon. Ne veszítsünk el egy élő bolygót, mert szellemként aztán kereshetnénk, hogy na, hol foghatnánk újra talajt. Hát én azt hiszem, hogy megint sikerült előre szaladnunk egy kicsit, és ennyi, hogy is mondjam, filozófiai hirtelen ezen a csütörtöki reggelen talán most elég lesz, aztán később folytatjuk, hogyha az Isten is úgy akarja. Köszönöm szépen.